Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, mutatom mai adásunk tartalmát röviden. 18 csapat készített bográcsos ételt Tamásiban. Finom ételek, erőpróba és számos fellépő a minapunkon Fürgeden. 5 napos nyári táborban csiszolták tudásukat a gyerekek Tamásiban. A csendes települést több egyére lették el a képzőművészek. Az együtt töltött idő nagyon fontos, viszont rohanó életmódunk miatt egyre kevésbé tudjuk ápolni baráti kapcsolatainkat. Tamásiban több mint 2 évtizedes hagyománya van annak a rendezvénynek, ami pontosan erre hivatott. A családok, barátok együtt tölthetnek egy jó hangulatú napot, míg bográcsaikban rotyog az étel, addig a szervezők kulturális programok sorával igyekeznek még színesebbé varázsolni a napot, persze nem csak a főzőcsapatok számára. A hagyományoknak megfelelően július utolsó hétvégéje volt az az időpont, amikor a főzőcsapatok birtokba vették a Tamási piacteret. Több mint 2 évtizede annak, hogy elindult ez a kezdeményezés, és azóta évről évre találkoznak itt a város különböző közösségei, baráti társaságok, családok, sőt munkahelyi közösségek is, hogy eltöltsenek egy kellemes délutánt, persze természetesen, ahogy a rendezvény nevében is szerepel, főzés mellett. Úgyhogy tulajdonképpen az alapokat megőriztük, de természetesen minden évben kicsit változik is a program. 18 csapat nevezett az idei évben, 340 fővel, úgyhogy szép számmal érkeznek ide a vendégek. Nagyon-nagyon érdekes ételekkel, hagyományos bográcsos ételekkel is, de olyan mondhatni ételkompozíciókkal is, amelyek egy kicsit már a mai modern kor étkezési szokásait idézik. A rendezvény alkalmával a Művelődési Központ folyosó galériáján idén is múltat idéző kiállítással készültek a szervezők. Tamási képeslapokból nyílt kiállítás, hiszen az is már hagyomány hosszú-hosszú évek óta, hogy a program keretében egy picit visszatekintünk a múltba. Most éppen úgy döntöttünk, hogy régi tamási képeslapokat ismertetünk meg az itt élőkkel, és azt gondolom, mi már a válogatásnál is nagyon élveztük ezt a böngészést, és ahogy a kiállítás megnyitón láttam, nagy az érdeklődés, hiszen szívesen böngészget mindenki régi épületek, utcák, különböző intézmények képei között. A Tamási Helytörténeti Alapítvány komoly gondot fordít arra, hogy megőrizze azokat az értékeket, legyenek azok tárgyi értékek is, amelyek városunkra jellemzőek, és ők már hosszú évek óta gyűjtötték a tamási képeslapokat, kiadványuk is jelent meg már ebből, úgyhogy ebből az anyagból természetesen mai nyomdai, technikai úton készítettük el ezeket a kinagyított képeket, képeslapokat, amelyeket elhelyeztünk a folyosó galérián. A bográcsban készült ételeket idén is 3 tagú zsűri értékelte, akik már a főzés elejétől nyomon követték a csapatok munkáját, hiszen az előkészületi fázis egy nagyon fontos momentuma a főzésnek. Tisztán és szépen dolgoznak-e, ugye? Tehát az első. Azért ilyenkor már sétálok és jegyzetelgetek, mert ugye ez az első. Aztán, hogy kezelik az anyagot? Szeretettel vagy bánattal? Mert ha szeretettel kezelik, az étel is valószínűleg jó lesz. Milyen a csapatmunka? Nézik csak, vagy segítenek? Tehát van egy kis összefogás, vagy nincs összefogás. Ez is egy szempont a sok közül. Hát nyilván van egy szakszerűségi szempont, azt átbeszéljük. Tehát elkérdezem, hogy hogy készül, elmondják. Ha kérdezik, akkor szívesen adok tanácsot is esetleg, hogy mit lehet finomítani rajta. Például azért nyilván, hogy milyen alapanyagot választ valaki, azért az már sok mindent meghatároz, és nem az egyik a másikhoz képest, hanem önmagához képest. Mi az elképzés, milyen koncepciója van az illetőnek ahhoz az ételhez? Most 2 egészen érdekes ötletet láttam, ami tényleg nagyon izgalmas volt, nagy izgalommal várom is a dolgokat. Ugye Magyarországon egy ilyen típusú versenyen ugye a pörkölt az megkerülhetetlen. Ilyen-olyan variációkban itt is legalább a fele pörköltet készít, vagy pörkölt jellegű dolgot készít. Ez nem baj, állapot, de még egyszer mondom, soha nem a másikhoz kell viszonyítani. Meg kell kérdezni, mi volt a szándék, milyen elképzelése volt, ezt hogy valósította meg, és hogyan ízlik, önmagához képest kell értékelni. A főzőverseny alkalmával a város polgármestere is fakan alatt ragadott, mint mondja, ez lassan hagyománnyá válik. Most már talán 5. alkalommal itt a Tamási bográcsmestere főzőversenyen egy pacal pörköltel, amit egy kis füstölcsülökkel és körömmel bolondítok meg. Nagyon szigorú a zsűri, hál' Istennek, úgyhogy én is kaptam néhány hasznos tanácsot.
amit próbálok majd megfogadni. De hát én nem a dobogóra gyúrok, hanem inkább arra, hogy egy jó baráti társasággal, meg itt a környező csapatokkal egy jó kis napot töltsünk el itt együtt, mint ahogy minden évben. Nagyon szeretem a pacalt, de ami ennél is fontosabb, hogy a baráti köröm nagy része is kedveli, aki pedig nem, az pedig a körmöt meg a csülköt választja majd a pörköltön belül. Ez egy nagyon régóta főzöm ezt a körmös csülkös, füstölcsülkös változatot, és az egyik specialitásom, amit mindig megpróbálok elkövetni itt a Bográsmester főzőversenyen is. A konyhában kevésbé vagyok konyhatündér, de bográcsozásban talán egy jó néhány ételt azt hiszem jól tudok elkészíteni, főleg alapételeket, pörkölt féléket, halászleveket, tehát baráti társaságban is rendszeresen előfordul, hogy én vagyok a szakács idézőjelben. Régi ízek is életre keltek a Bográcsmestere főzőversenyen. Autentikus módon Sparhelten készült a babkása, amely mára egyre ritkábban kerül a családok asztalára, míg pár évtizede heti szinten készítették az asszonyok. Régi paraszti étel, a műkfázasok kértek bennünket, hogy főzzünk megint valami ilyen retro ételt. Ezt legelőször főztük, amikor megkértek bennünket, hogy főzzünk, és most már ideje volt, mert az leves volt, ez meg hát kása. És ez régebbi. Sokan azt mondták, vagy többen idősebbek azt mondták, hogy gyerekkorukban ettek utoljára ilyet. Amíg a bográcsok körül sürögtek, forogtak a szakácsok és segítőik, addig a rendezvénytér is megtelt élettel. A színpadi műsorok sorát a Pántlika Néptánc Együttes kezdte, majd kutyás bemutató, valamint a Boka Bugi Band koncertje várta az érdeklődőket a zsűri eredmény hirdetése előtt, akik 2022-ben külön díjjal jutalmazták az egyik helyi üzletlánc csapatát békönös álomételükért. Idén a Tamási Bográcsmestere cím és a Vándordíj birtokosa Csalosni Pénzes Edit és csapata lett, akik vörösboros marhapörköltet készítettek kaprostúros galuskával. A település apraja nagyja talált kedvére való programot Fürgeden, azon a rendezvényen, amelyet évről évre megszervez a település önkormányzata. Egy kis könnyebbség a helyieknek, hogy ilyenkor nem kell az ebéden gondolkodni, hiszen a szervezők mindenki számára térítésmentesen biztosítják azt. A délután pedig bővelkedik sztárfellépőkből, akik sokakat vonzanak a településre ilyenkor. Fürged község önkormányzata nem szeretett volna idomulni a többi településhez, így évekkel ezelőtt úgy döntöttek, hogy a falu apraja nagyjának programokkal szolgáló rendezvényüket nem falunapként emlegetik majd, így született meg a mi napunk elnevezés. Ilyenkor meg szoktam interjúvolni a hivatali kollégákat, az utca emberét, tehát hogy mégis kit szeretnének szívesen hallani. Az igazság, hogy ahhoz a ragaszkon, hogy minden évben legyen roma fellépőnk, ugye a romáknak az aránya elég magas nálunk Fürgeden, nyilván vagy hát az embernek ilyenkor kötelesség, hogy őre is gondolni kell, és tavaly a Bódi Margó volt a Gusztival, az idén a Nótármér, és jövőre is, mert megvan az elképzelésem, de ezt most nem mondom meg, hogy ki lesz jövőre. A szervezéskor ügyelnek rá, hogy minden korosztály találjon kedvére valót a nap folyamán. Az idén főzőversenyre is nevezhettek a vállalkozó szellemű, baráti, családi társaságok. Nem is gondoltam arra, hogy hát ennyien fognak nevezni főzőverseny, de régebben meg szoktuk hirdetni, és nem igazán jelentkeztek főzőversenyre, és most a Dina, a kultúrosom nekiállt megszervezni, és 14 csapat jelentkezett, ami rekord volt, úgyhogy meg voltam döbbenve. Hát szabadon választott kategória volt, 2000 forint nevezési díj volt, amit be kellett fizetni, és hát majd az ifja Fekete Lacival fogunk zsűrizni, illetve a közönség köréből választok ki majd egy szemét még, aki segít a zsűrizésbe, és hát szép kis díjak lesznek egyébként, késkészlet, meg oklevél, szóval megérte szerintem főzni. Meg hát maga azt, jól érzik magukat menet közben, semmiféle megkötés nem volt, tehát mindenki szabadon választottan dönthette, hogy mit szeretne főzni, amihez kedve van, meg amit szeret csinálni, hát úgyis az ízek a fontosak igazából, hogy kinek mennyire ragadja meg az ízlelő bimboit, amit főztek. Hát én igyekszem nagyon-nagyon-nagyon távolságtartani, nem is mentem körbe, nem néztem, hogy ki mit főz, nem akarom befolyásolni az ítéletemet, hogy a lényeg az, hogy milyen kaja lesz, hogy mennyire lesz jó. A település művelődési házának környezete igazi közösségi térként funkcionál az ilyen események alkalmával. Az udvaron található kemence idén kivételesen nem kapott szerepet, de tervek vannak a használatára. Ez ma nem lesz használat alatt, hanem annyiban lesz használat, hogy hát ott fogjuk osztani a kaját, mert rengeteg olyan dolgot terveztem, amilyen pakolászós rész, és ott tudjuk ilyenkor hasznosítani. Valószínű, hogy hát idősek napjára lehet, hogy tervezünk olyan kaját, amit ott
fogunk megsütni, vagy kuglófot sütünk, mert az igazság, hogy nehéz manapság összehozni a Covid után, hogy újra össze kell szedni a településnek a közösség megtartó kedvét, ambícióját, és szerintem most már az idősek napját csak össze tudjuk szedni, meg hát tervezünk egy olyan dolgot is, most nem állok el nagy titkot, hogy a Fekete Laci, aki itt van a mai napon, és zsűrizni fog velem, tervezünk egy ilyen nemzetközi erős ember bemutatót, amennyiben találok megfelelő szponzori támogatókat, mert ez anyagilag az önkormányzat ezt nem tudja így vállalni, viszont szponzorokkal, ha ezt meg tudjuk oldani egy nagyon jó kis rendezvényen, akkor fürgedem. A főző csapatok tagjain kívül persze a falu nagy része is részt vett a mi napunk elnevezésű rendezvényen, ahol az önkormányzat mindenkit vendégül látott egy ebédre. Mi nem pénzért adjuk a kaját, mi kb. 80-100 kg húsból főztünk egy sertéspörköltet, tarhonyával, savanyúsággal, és adunk hozzá üdítőt, vagy ásványvizet, ki mit szeretett, ez az ebéd vele jár. Nálunk ennek fürgenek ez a feelingje, hogy hát itt ilyenkor nem kell fizetni. Az idén először tehették próbára magukat a vállalkozó szelleműek a toldi erőpróbán. Hát ez egy nagyon nagy folyamat, amiben én belevágtam ugye a fejszémet, mert apu ugye betöltötte a 65. életévét, ő már inkább a nagyobb rendezvényeket próbálja megszervezni. Hát én ugye, mint az egyik gyermeke, mert ugye van neki őt, én próbálom azokat a fiatalokat, azokat a gyerekeket felkarolni. Hát a mai nap ugye próbálunk egy bemutatót tartani. Remélem, hogy megtaláljuk majd Fürger toldiát, tehát vannak kellékek, van itt betongolyó, Petrendszer úr, ugye, mint a toldi játékokon már szerintem látták, vagy tudják ugye a televízió nézők, hogy mi ez a kellék. Tehát egy rudat kell majd tartani, illetve egy 50 kilót kell majd ugye fej fölül eldobni majd a résztvevőknek. De majd itt fogom közölni majd ugye a rendezvény előtt a fellépő, vagy a résztvevő gyerekekkel, vagy a felnőttekkel, hogy melyik gyakorlatnak ugye mi a lényege. Tehát előtte mindenképpen fogom igazítani a résztvevőket. Mielőtt az erőpróbára sor kerülhetett volna, még egy komoly feladat várt szervezőjére, aki kedvenc ételét nem találta meg a bográcsokban. Ez egy nagyon jó feladat, jobban örülök ennek, mint ugye itt majd délután majd betongolyókat emelgetni. Hát a kedvencem az hát a jelen pillanatban mai nap ugye nem készül, már pedig itt végig jártam itt a fiúkat, hát a marra pörkölt, de hát hogy említettem, az nem lesz a mai nap, de hát itt ugye a különböző, hát például itt van nyúlpörköltet, azt viszont nagyon szerettem ugye a nyúlpörköltet, ritka, tehát rendezvényeken ritka, hogyha valaki nyúlpörköltet készít, de meglepődtem, hogy a mai nap három dekoratív hölgy fogja elkészíteni a nyúlpörköltet, úgyhogy hát, mivel részt vettem már több ilyen rendezvényen, mindenképpen nézni fogom ugye az ízvilágát ugye maga az ételeknek, hát az, hogy most kérdezi itt a hölgy tőlem, hogy számít-e, hogy mit raknak oda, vagy rakjanak elém egy fél tehenet, finom, akkor pontozom, hát hogy mi hogy fogja földíszíteni, az annyira nyilvánvaló nem, de azért hozzátéve, hogy nem vagyok én ugye profi szakember, tehát én nem ebben vagyok otthon, de felkértek, hogy pontozzam, hát a tőlem lehetőleg korrektebb révén fogom pontozni ugye résztvevőket. A főző csapatok bográcsban elkészíthető ételekkel készültek, voltak, akik a hagyományos receptekhez nyúltak, voltak olyanok, akik próbáltak újítani. A főzés mellett a délelőtt egy jó lehetőséget kínált a barátságok ápolására is. Mi nyúlpörköltel készültünk. Ez található otthon részint. Az apukám segített benne tegnap este, friss, abszolút. És amit rólunk kell tudni, 18 éve vagyunk barátnők, ez az első nevezésünk, és hát hol máshol, mint Fürgeden, bár barátnők szakályt képviseli, de mi ketten azért Fürgedet. És ez az első, szeretnénk, ha a legjobb is lenne. Hiszen 18 évet vártunk rá. A három tagú zsűrire 14 étel kóstolása várt. Természetesen a főzőcsapatok részére nem a díjazás volt a fontos, hanem hogy együtt tölthetnek egy napot barátokkal, ismerősökkel, rokonokkal. A délután kulturális programjai után a késő estében nyúló rendezvényt a hagyományokhoz híven egy bállal zárták a helyiek, ahova szeretettel várták a környékbelieket is. Sportolni jó, csapatban pedig még jobb. Ha pedig ez a nyári szünidőben egy felnőtt által koordinált táborban zajlik, akkor ez egy nagy segítség a szülőknek, a gyerekek pedig nem a virtuális világban kalandoznak, hanem aktívan társaikkal töltik az időt. A sport mellett a kikapcsolódásra is volt persze lehetőség, de hogy pontosan hol, már mutatom is. A 2010 és 2014 között születettek jelentkezését várta a Tamási Kosárlabda Sport Egyesület az idén már 12. alkalommal megszervezett nyári táborába. Komoly hagyományai vannak
Tamásiban, annak, hogy minden nyáron van egy ilyen egy hét, ami a kosárlabdáról szól. És igazából az a célkitűzés, hogy egyrészt azoknak a gyerekeknek, akik évközben is velünk sportolnak, adjunk egy lehetőséget arra, hogy nyáron egy kis plusz szerezzenek, egy kis plusz kosárlabda tudást, élményt. Másrészt pedig azok számára, akik nyitottak a sportág irányába, egy kis betekintést nyújtsunk abba, hogy hát milyen is itt Tamásiban a kosárlabda élet, illetve mik a kosárlabdának az alapjai. Alapvetően eltér az évközbeni programtól, ugye ott nem annyira van idő arra, hogy egy-egy témát nagyon kibontsunk. Itt azért erre több lehetőség mutatkozik, ugye napközis jellegű a táborunk, reggel 8-tól délután 4-ig vagyunk 5 napon keresztül, és alapvetően a délelőtt az mindig edzéssel telik, 2 edzés időpontunk van délelőtt, délután pedig általában valamilyen egyéb programot csinálunk. Picit eltér a kosárlabdától, de azért nem távolodik el teljesen a sportvilágától. A gyerekeknek a tábor ideje alatt lehetőségük volt megismerkedni az íjászattal is, de a nyár lévén a strandolás sem maradt el. A tábor 20 lelkes ifjú kosaras részvételével zajlott. Nekik talán túlnyomó többségüknek azért már van köze a kosárlabdához, de nagy örömünkre van egy-két olyan srác is, aki kosarazott már, de ugye nem nálunk, mert nem itt lakik, de valamilyen rokoni szál miatt vagy barát miatt úgy döntött, hogy ezt a hetet velünk tölti. A tábor lehetőséget ad arra, hogy a gyerekekkel egyénileg is foglalkozzanak, így akinek valamiben lemaradása van, kevésbé sikerült az edzések alkalmával a tanév folyamán elsajátítani egy gyakorlatot, itt van lehetőség begyakorolni. Van egy alapvető felépítés annak, hogy évről évre mit szeretnénk megtanítani a gyerekeknek, és hogyha esetleg valakinek valamiben hiányossága, lemaradása van, vagy egy rossz berögződése, akkor itt arra van idő, lehetőség, és főleg edzői állomány, hogy ezen egy kicsit segítsünk, ugye sokakkal tudunk itt egyénileg is egy picit foglalkozni. 6-7 vagyunk itt felnőttek a táborba, itt vannak olyanok, akik kifejezetten az edzéseket tartják, ők ugye évközben is az edzői feladatokat ellátják, illetve vannak segítőink, akik azért alapvetően azokból tevődnek össze, akik úgymond ezt a tamási kosárlabda iskolát már végig járták, tehát volt tanítványok, felnőtt csapatban játszó ifjak jönnek ide, és egy kicsit segítenek nekünk abban, hogy a gyerekeket gardírozzuk, illetve a Cseresznyés Feri bácsi személyében van egy hát nagyon, hogy is mondjam, képzett és nagyon nagy sportmúltra visszatekintő edzői segítségünk is. Nekem mindig az a gondolatom, hogy játék nélkül azért edzésnap nem telhet el, de itt mondjuk meg lehet azt engedni magunknak, hogy az egyik edzés az kifejezetten csak valamilyen téma kapcsán zajlik, és akkor mondjuk a másik edzés bevisszük bele a játékot, vagy mondjuk, hogy ha olyan a délutáni program, hogy amellett még marad idő, akkor pedig kosárlabda mérkőzések zajlanak itt a gyerekek között. A táborzárás alkalmával az egyesület rendszerint egy kis emlékkel lepi meg a gyerekeket. Mindig szoktunk valamilyen olyan kis ajándékot adni, ami talán túlmutat azon, hogy most csak itt hordják. Volt már kosárlabda, volt már hátizsák, most az idei évben egy pulóver lesz ez a fajta ajándék, amit egy kicsit így tovább vihetnek a srácok. Természetesen ez a mi kis logunkkal van ellátva, egy picit úgymond önreklám, és másrészt pedig ugye egy mutatás annak, hogy ehhez a kis közösséghez tartozik valaki. A táborozók közül sokan már évek óta űzik a sportot, és a jövőre nézve is vannak terveik a kosárlabdázással. Én ovi óta kosarazok, és még szeretném folytatni. Lehet sokat tanulni, meg hát én szeretem a kosarat, és szeretnék még jobban kosarazni. Az a jó a táborban, hogy sokat kándulunk, meg sokat edzünk, és már óvi óta kosarazok, és azért választottam el, hogy szerettek ma a labdákat, és pattogtatni is szeretem őket. Jó hangulatban és sok mozgással töltötték el a gyerekek az 5 napot a kosaras táborban Tamásiban. Egy vendégszerető település, ahova örömmel térnek vissza a Bárka Művészeti Szalon tagjai, ez Udvari. Az idén is a települést választották az alkotótáboruk helyszínéül az önmel amatőr képzőművészek. A falu önkormányzata örömmel áll a kezdeményezés mögé, a zavartalan alkotáshoz ideális környezetet teremt a zsáktelepülés, ami inspirálja a tábor résztvevőit. Udvari volt a helyszíne a Bárka Művészeti Szalon nyári táborának, a tagság nagy része Tolna megyei, de az évek során csatlakoztak megyehatáron túli alkotók is a 2000-ben egyesületté alakult gárdához. Azok, akik ezen részt vesznek, azok lehetőséget kapnak arra, hogy napokon keresztül ne foglalkozzanak mással, csak azt, amit nagyon szeretnek. Udvari pedig azért a helyszín, mert ide rendszeresen visszajárunk.
Tehát oda tudunk menni, ahol szeretettel fogadnak bennünket, itt pedig ebben nincs hiány, hál' Istennek. Hát itt mindenki azt csinálja, amit szeretne, vannak természetesen ilyen kötöttebb lehetőségek, amikor adott témát kell csinálni, vagy kimenni vázlatot készíteni a területre, aztán majd abból képet alakítani. Tehát semmi sem kötelező, és minden szabad. Tehát ez a világ legszabadabb helye most itt. Egy dologhoz ragaszkodunk csak, a házigazdák azok azt várják, hogy minden itt résztvevő alkotó hagyjon itt maga után egy kézkeretezett képet. Azt meg teljesítjük. A Bárka Művészeti Szalon összefogja a megyében élő, zömmel amatőr képző művészeket, művészetpártolókat. Tagjainak többsége festő, az udvari alkotótábor is a képző művészetnek erre az ágára koncentrálódott. Pillanatnyilag 11-en vagyunk, 12-en neveztek be tulajdonképpen, de egyik tagunk megbetegedett, a többi 11 az itt van. A település azért mindig inspirál. Tehát ott, ahol vagyunk, az mindig egy olyan lehetőség, hogy azzal azért meg kell birkózni, hogy itt vagyunk, és még valami. Ezek a kis települések, mint amilyen udvari is, amely valaha sokkal szebb napokat élt meg. Most zsugorodó, előregedő zsákfalu, ez most még van. Lehet, hogy az utókornak már majd csak a képeinkből, vagy a képeinkből is lehet rekonstruálni, hogy valamikor itt miféle élet volt. Ez egy gazdag falu volt egyébként, de mint minden Tolna megyei települést, ezt is a háború úgy érintette, ahogy nem lőtték széjjel, de kitelepítették a népesség nagy részét. Ez az épületiskola volt, itt még a 2000-es évek elején még volt oktatás, alsó 4 osztály, aztán azóta az sincsen. Az alkotáson túl a legfontosabb szerepe ezeknek a táboroknak, hogy erősítik az összetartozást. Ez a fajta egyhetes össze, vagy hát ötnapos, öt és fél napos összetartás, az azért is jó, hogy akkor, amikor évközben összetalálkozunk, emlékeknek a kötődésében lássuk egymást újra. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy közösségi lét, ez olyan, mint régen, ahogy volt a tolfosztó, a fonó, a kukoricafosztás, tehát valahogy ezek próbálják pótolni, hogy legalább az egyívásúak, az egyhobbit művelők megéljék a közösségi létnek ezeket a lépcsőfokait, ami régen természetes volt, azt már úgy kell újraépíteni. És ez erre kiváló alkalom. Van festés egy hónapban kétszer, tehát általában két hetente Szekszárdon, a vasútállomáson, amit a művészeti titkárunk, a Biszák László vezet, és aki éppen ráér azon a szombat délelőttön, az oda megy, és akkor meghatározott témákat festenek. Sajnos nincs több olyan lehetőségünk, amit a szokásos havi bárka találkozókon túl meg tudnánk élni közösen, és ugye ott is mindig együtt van körülbelül 20 ember a 40-ből, és mindig más csereberélődnek. Tehát van, aki tud rendszeresen részt venni rajtuk, van, aki kevésbé, és ez az egy hét, ez meg erről szól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy közösségszervező ereje van egy ilyen tábornak, erősíti az összetartást, az összetartozás érzését, és hát persze azt tehetik a nap 24 órájában, amit szeretnének közte természetesen elsősorban festeni. A település számára készült képeket egy baráti összejövetel keretében adták át az önkormányzat számára. Udvari örömmel állt a kezdeményezés mögé évekkel ezelőtt. Egyszer ismerkednek itt a településsel, viszik a jó hírünket másfelé, illetve itt hagynak egy-egy festményt a településnek, és ezzel a település vagyonát gyarapítjuk. Ezek a festmények elsősorban az önkormányzati épületeket díszítik, művelődési ház, hivatal, könyvtár, de volt már rá példa, hogy a partner településünk egy német település, akivel tavaly ünnepeltük a 15 éves kapcsolatunkat, oda is jutott belőle. Ajándékként. Igazából azt látom, hogy elbeszélgetnek, ők is sétálnak a faluba, ismerkednek az emberekkel, pozitív visszhangja van. Mi szállást, illetve teljes ellátást biztosítunk számukra. Igazából egy csendes, nyugodt település vagyunk, közel 300 lélekszámmal. Azt mondom, hogy a megye egyik legszegényebb települése, és én ezt nyilván nem látom senkinek a pénztárcáját, de én arra
arra alapozom, hogy nagyon sokan munkanélküli, a településen nincsen csatorna, nincsen gázhálózat kiépítve, sok az üresen álló épület, nyilván többek között emiatt sem keresik az épületeket, de hát bízunk benne, hogy előbb-utóbb meg fog fordulni ez is. Jönnek majd ide hozzánk a csendes, nyugodt faluba. Egy biztos, a bárkaszalon tagjai örömmel térnek vissza évről évre a képzőművészeti táborba. Ilyenkor a festők napjai az egykori iskola épületében zajlanak, amit az önkormányzat mára szálláshelyi alakított, ahol 10-12 fő fér el. A szobákat is a bárkások alkotásai díszítik. Köszönöm figyelmüket, Tamási Tájcímű magazinunkat látták, viszontlátásra!